szint jelenlévő támogató lény, minden jó testvér. Élő tetésim már megvoltak a kis, segítségül hívom most, hogy tanárainkkal, diákjainkkal, hozzátartozóinkkal együtt méltó köszönetet mondjunk az Úrnak. 25 év után itt most együtt vagyunk újból. Úgy tűnik, ahogy kedves volt Isten előtt a szárektai özvegyasszony, az Úr profétájának Illésnek tett áldozata, valamint a szegény asszony két fillérje, Jézus is elfogadta azt a sok kicsi, semminek tűnő, de szívből fakadó, személyes munkában és anyagi támogatásban tett felajánlást. Hiszen azt adtuk, amire tervezett. Mindenünket az épülő iskolában. Ezek gyümölcseért adunk most hálát a Szentlélek segítségével. Szavaink, különösen az enyémek, gyengék és erőtlenek ahhoz, hogy méltó köszönetet mondjunk a Teremtőnek, amiért ilyen nemes feladatra meghívást kaptunk, és az erőt is megadta a kivitelezéshez. Szebb módon nem fejezhetjük ki érzéseinket, mint az Isten népének hálaadó imádával, amelyen minden bizonnyal Jézus is sokszor fordult az Atyához, és az ő nyomán az Egyház is a 137. Zsoltárt imádkozta. Mondjunk köszönetet Istenünknek iskolánkért, és az itt kapott sok ajándékért. A jövőre pedig kérjük az Úr áldását további munkánkra, és égi pártfogónk Boldog Apor Vilmos püspök közbenjárását. Hangozzék fel tehát Isten felé, ami hála teljes szívemből magasztallak, Uram, téged, mert meghallgattad ajkad igény, angyalaid szín előtt szenged soltát néked. Leborulok szent templomod felé, dicsőítem nevedet jóságod és hűséged miatt. Mert nagyjá tetted nevedet és igédet, meghallgattál, mikor hívtalak. Erőt öntöttél lelkembe, dicsér majd Uram a föld minden kiája, amikor meghallják ajkat igényét, az Úr útjairól neked szengedek. Valóban nagy az Úr dicsősége, valóban fenséges az Úr bírgalommal tekint a gyöngére, de megismeri a kevét messziről, ha ötlen meg közkiárok is megőrzöd élete. Kinyújtott kezedet ellenségeim tűvével szemben, jobbot szabadulás szereztékem, az Úr javamra ítél, Uram irgalmad örökre megmarad, ne hagyd el kezed műveit. Dicsőség az Atyának, Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Most Püspök Atya fogadja diákjaink szimbolikus ajándékát, és elkérem, hogy a felemelő ének után szíveskedjék bemutatni az eukarisztikus háladó áldozatot, hogy mindannyian csatlakozzunk és megköszönjük az Úrnak mindazt, amit kaptunk idáig.
dicsértessék a Jézus Krisztus. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm főtisztendő paptestvéreket, kedves vendégeket, tanárokat, szülőket, és természetesen mindenekelőtt titeket, kedves diákok. Ferenc atya arra buzdított bennünket, hogy adjunk hálát a 25 évért. Hát hogyan tudnánk? Valaki még nem is élt annyit, az igaz, de akik meg is élték a 25 évet, biztos, hogy nem tudnánk itt pár pillanat alatt számba venni mindazt a sok szépet és jót, azt a sok-sok élményt, amit itt kaptatok, kaphattatok. De mégis Isten, aki látja egész életünket, és látja hálatelt szívünket, hogy ezért az iskoláért, a most itt tanulókért, dolgozókért, és az egykor idejártakért imádkozunk, akkor egészen biztosan Isten kedvesen fogadja ezt a mi háladásunkat. Ezért most kezdjük is el szentmisénket, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek. És a teremtettel. Testvérek, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Oh,
újkalmas Isten, kegyelmeddel tarts távol tőlünk minden rosszal. Add, hogy minden testi lelki erőnkkel szolgálatodra álljunk, és készségesen teljesítjük szent akaratodat. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Nem azért lépett be, hogy többször áldozza fel magát,
mint ahogy a főpap minden évben idegen vérrel belép a legszentebb szentébe, hiszen akkor a világ kezdete óta már többször kellett volna szenvednie. Így azonban az idő végén egyszer s mindenkorra megjelent, hogy áldozatával végleg eltörölje a bűnt. Amint az ember számára az a rendelkezés, hogy egyszer halljon meg, és utána ítéletben legyen része, úgy Krisztus is egyszer áldozott fel magát, hogy sokaknak bűnét elvegye. Másodszor nem a bűn miatt jelenik majd meg, hanem azok üdvözítéséért, akik rávárnak. Ez az Isten igéje. Istennek legyen mint egy plébániának, mint egy egyházközségnek,
Tehát azkor úgy helyes, hogyha mi is ma arról elmélkedünk, amit az egyház elindítál. És úgy érzem, hogy ebben az első és harmadik olvasmányban van egy olyan közös gondolat, ami gyereknek, felnőttnek egyaránt fontos eligazításra. Lehet, hogy már rá is jöttetek, hogy mi lehet ez, mert az első olvasmányból hallottuk, hogy Illés próféta ez a cárefkai özvegy asszonnyal beszélgetve mondja neki, hogy hozzál nekem egy porsóban inni, és hozzál nekem egy kis lepényt. A második szentírási szakaszban, amiről beszélni fogok nektek, ott pedig azt hallottuk, hogy Jézus nézte a persejbe dobókat, és amikor egy szegény özvegyasszony jött, azt mondta, hogy ő a legtöbbet adta a többihez képest, akik lehet, hogy sok pénzt tettek a persejbe, de ő az egész megélhetését adta. No, bármennyire nehéz ez a téma, úgy gondoltam, hogy érdemes erről gondolkodnunk egy ilyen ünnep alkalmával is. Több szempontból is. Egyrészt, mert nyilván nektek még nincsen vagyonotok, nincsen pénzetek, csak az, amit a szüleitektől, esetleg nagyszüleitektől kaptok. De azt gondolom, hogy szüleitek is igyekeznek benneteket arra nevelni, hogy az ajándékba kapott pénzt is meg kell becsülni, és azzal okosan, bölcsen, keresztény módon kell bánni. De ha meg abba is belegondolunk, hogy mindenkinek van valami értéke, nem feltétlenül pénze, hanem olyan tudása, olyan jellembeli sajátossága, amiből szabad, sőt kell másokat is gazdagítani. Mert azért kapjuk ezeket az ajándékokat, hogy másokat gazdagítsunk által. Nos, akár pénze van valakinek, akár szellemi lelki értéke van, és azt igyekezne magának megtartani, hogy nevezzük az ilyen embert? Önző. És vannak nagyon önző emberek, még a felnőttek körében is. Nagyon sokszor lehet látni azt, hogy akinek sok van, éppen az nem képes adni. Igaz? Legyünk őszinték, nem minden gazdag emberre igaz ez. Hála Istennek vannak adakozó szándékúak is. És kell mindnyájunknak gyakorolni magunkat abban, hogy tudjunk azoknak adni, akik nálunk jobban rászorulnak. Mindig vannak ilyenek. Van egy nagyon szép kis versike, vagy kis elmélkedés, nem is tudnám pontosan minek nevezni, az a cím, hogy a mosoly ereje. És abban van egy olyan gondolat, hogy senki sem olyan szegény, hogy legalább egy mosollyal ne tudna másokat gazdagítani. És senki sem olyan gazdag, hogy ne szorulna rá néha egy ilyen mosolyra. Igen. Mindnyájon tudunk adni, abból, amink van. Evidens, amink nincs, azt nem tudjuk adni. Ha nincs anyagiak, akkor tudunk lelki dolgokat adni. Lehet egy kis figyelmesség, és meghallgatás, segítőkészség, sok minden lehet az. De mindnyájan tudunk adni másoknak. És ugyanígy mások is tudnak nekünk adni abból, ami nekünk van. Amikor lelki dolgokat kell adnunk, egy mosolyt, akkor még nincs is gond, könnyen elmosolyodunk. De amikor valakinek az anyagi javaiból kell adni, akkor a kis ördög azonnal belénk száll, akkor görcsösen ragaszkodunk hozzá, pedig lehet, hogy csak a radírgumit kérte tőlem, vagy a tollat, vagy valami más, valami játék a kicsi gyerekeknél, és akkor már gyilkolni lennénk képesek azért, hogy megőrizzük magunknak. Vigyázzunk kell éppen az ilyen dolgokban. Mert ha valamihez így módon ragaszkodunk, és nem tudunk lemondani arról, hogy a testvéren, az osztálytársunk, vagy valaki is használja azt a dolgot, akkor biztos, hogy bennünk van valamiképpen az
irigység, a fösvénység, a zsugorság. Jézus ezért akar bennünket tanítani a szegény asszonynak a két fillérjével is. De ugyanúgy a cáreszai özvegy asszonynak is az élete, története erről tanít bennünket. Mert tudjátok? Biztos vagyok benne, már megtapasztaltátok, kicsik és nagyok egyaránt, adni nagyon jó. Örömtől. Aki másokat megajándékoz valamivel, biztos, hogy belső öröm fogja eltölteni a szívét, illetőleg. Minél többet adunk, minél gyakrabban adunk, annál nagyobb az örömünk is. De éppen arra akar bennünket tanítani a szárefkai özvegynek a története, hogy mindezeken felülmúlóan az igazi öröm nem az, amikor a bőségből, a feleslegünkből adunk, hanem amikor olyan valamit adunk oda, amire nekünk is szükségünk lenne. Ez a legnagyobb öröm. No, erre már nem sok ember képes. Lássuk be. Akkor az irigység, a megtartani vágy, az sokkal erősebb bennünk. Pedig kétségtelen, meg kell tanulnunk az adakozást, a megosztást, a másoknak való ajándékozást. Mert aki ezt nem tanulja meg, az felnőtt korában is biztos, hogy fösvény lesz. Arra akar bennünket tanítani Jézus, hogy akkor is tudjunk adni, hogyha nekünk arra szükségünk lenne. És aki erre képes, az valami óriási örömöt fog érezni a szívében. Szeretném fölhívni a figyelmeteket, szerintem emlékeztek rá, Márk evangéliumából olvasunk egy gazdag ifjúról. Emlékeztek rá? Ez a gazdag ifjú odaáll Jézus elé, hogy Mester, mit tegyek, hogy eljussak az örök életre? Mit tegyek, hogy boldog legyek? És akkor azt mondja neki Jézus, hogy tartsd meg a parancsokat. Ó, van, örül, azt mondja, hát Uram, akkor semmi gond nem lenne, mert én mindig megtartottam Isten törvényeit. És akkor Jézus ránézett, és azt mondta, még valami hiányzik neked. Add el mindenedet, amit van, és kövessen. És azt olvasom a Szentírásban, ez az ifjú szomorúan ment el, mert nagy vagyona volt. Kétségtelen, Isten nem várja mindenkitől, hogy a szegénységet élethivatásszerűen folytassa. De arra nagyon vigyázzunk, hogy igenis azt el akarja nálunk is érni, hogy az anyagi javakhoz való viszonyunk egyfajta függetlenséget eredményezzen bennünk. Hogy tudjunk másoknak ajándékozni, tudjuk másokkal megosztani azt, amint van. Ez a függetlenség, hogy nem ragaszkolom hozzá görcsösen, nem irigylem a másiktól, hanem kész vagyok a másiknak ajándékozni. Akkor, amikor úgy gondolom, hogy lehet, hogy holnap után nekem is szükségem lenne rá. Gyerekek, adni jó, sokat adunk még jó, de a legnagyobb öröm az, ha azt adjuk, amire nekünk is szükségünk van. A szárefkai özvegy, amikor Illés próféta azt mondja neki, hogy hozzál nekem valamit inni, de hozzál gyorsan enni is valamit, akkor azt mondja, hát ne kell vallanom neked, csak egy nagyon kevés kell isztem, van nagyon kevés olaj, éppen azért szedek rőzsét, hogy elmennek, ezt megsüssem, a fiammal együtt megegyük, és hát meg fogunk halni, mert nincs több ennivaló. És figyeltek, mit mond Illés próféta? Nem azt mondja, hogy na jó, akkor menj, és tegyél így, hanem azt mondja, rendben van, tedd, amit gondoltál, de előtte nekem hozzád egy kis levélet. Értitek? Ez az özvegy asszony arról panaszkodik, hogy hát meg fogunk halni. Ha ezt most megesszük,
kész, nekünk befelejtsed. Ennek ellenére azt mondja a próféta, ne félj, süss nekem egy kis lepénytelőt, majd utána süss meg a többi fiatal is. Mert mondja a próféta, azt olvassuk a Szentírásban, hogy a szakajtó nem fog kiürülni, és az olajos torsó nem fog kiakadni. Mert bízhatunk bátran Isten gondviselő szeretetében. És nagy valószínűséggel, reméljük legalábbis tartósan így marad, nem fogunk rászorulni arra, hogy az utolsó betevő falakot kelljen odaadnunk valakinek. De gyerekek, tanuljuk meg már fiatalon azt, hogy legyünk készségesek adni abból, amire mások is igényt tartanának, de mi is rászorulnánk. Biztos vagyok benne, hogyha ez az alapozó készség, a másokkal megosztani vágyás bennünk él, akkor a szívünkben béke és igazi öröm van. Aki ezt nem ismeri, az nagyon szegény. Aki önző, csak magára gondol, csak magának akar dolgokat megtartani, anyagi javakban. De hoppá, szellemiekben is. Hányszor hallja az ember azt, hogy valakinek könnyen megy a matek, vagy könnyen megy a biológia, vagy valami, és nem kész a másiknak segíteni, akinek ez nem lehet. Vagy éppenséggel irigyli a másiknak a sikerét, hogy annak jól ment. Hát nem, de irigység ez is. Tanuljunk meg örülni mások körülmények, tanuljunk meg megosztani mindenünket, amink van a másikkal, akkor egészen biztosan öröm és béke lesz a szívünkben. Jézus is azt az özvegyasszony dicsérte meg, emlékeztek, aki ugyancsak 2 fillér dobott a perselyben, mások a nála sokkal többet dobtak, de mégis azt mondta, ő adott legtöbbet, mert bízott Isten szeretetében, bízott a gondviselésben, és kész volt egész megélhetését odaadni. Kívánunk mindnyájunknak, hogy ezen a napon legyünk mindnyájan őszinték önmagunkhoz. Vizsgáljuk meg, milyen a mi viszonyunk a dolgainkhoz, amint van. Nem vagyunk-e túlzottan ragaszkodó, irigye, zsugorja. Készek vagyunk-e észrevenni mások szükségét, másoknak segíteni. Csak 2 dologra hívnám fel a figyelmeteket. A püspöki konferencia újra meghirdette a közelkelettet, a háború miatt elhagyó keresztények visszatérésére szolgáló gyűjtést. Sokan el kellett, hogy hagyják a házukat, most visszaköltöznének a háború végén, de nincs hová, mert a házukat lebombázták. Ezért segíteni akarunk neki. Mindenki, hallottuk Jézus szavait, még a 2 fillér is sokat számít. De hogyha azt jó szívvel adjuk, az nagyon sokat fog jelenteni. Azoknak a szegényeknek is, de nekünk is. És nem utolsó sorban, hanem emlékeztessek arra, hogy 2 hét múlva lesz a Szent Erzsébet napi gyűjtés, amit a szegényeknek, karácsonyra készülve szoktunk gyűjteni, ott is megmutathatjuk, hogy mennyire vagyunk készek lemondani egy gyűjtőről, egy fagyiról, vagy hadd ne kelljen kitalálni, hogy kinek mi a kedvence, nekünk is van, de mindjárt meg kell tanulni olyan dolgokról lemondani, amit nagyon szeretnénk, de tudjuk, hogy azzal másokat boldogítani tudunk, másokat segíteni tudunk. Azt kívánok, hogy mindnyájunk
találjuk meg ezeket a dolgokat, és tegyünk úgy, ahogy Jézus mondta. Adjunk jó szívvel, örömmel. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyán, mennyek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született, az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa. Értünk emberekért, a nőkösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberére. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínvalás szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljött dicsőségben, ítélni élőket és sorgatat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és értetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit értünk, imádunk és dicsőjünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy Szent, Katolikus és Apostolian Szentek házban. Valóan az egy keresztséget, a bűnök bocsánatára, várva voltak föltámadását, és az eljövendő örök életet. Testvéreim, kérjük Istentől a nagy lelkűség kegyelmét, hogy ne sajnáljuk az áldozatot az ő dicsőségéért. Mindenható Istenünk, hálát adunk neked Szent Atyánkért, Ferenc kápáért. Kérünk, segítsd őt kegyelmeddel, hogy ahogy az első apostolok kiléptek az árnyékból a fényre, és a lélek erejének tüzével hirdették Krisztus evangéliumát, úgy vezesse ő is Anya Szent Egyházunkat, az egység, a szeretet és a béke útján. Hallgass meg, Urunk! Kérünk, hallgass meg minket! Menjen, Atyánk! Te elküldted nekünk Jézust, az örök főpapot, hogy szavával és cselekedetével jelen legyen az emberek között, s ő szünet nélkül jelen van a szentségekben, az örök élet igéiben, és szentnéped szerető és gondozó főpapokban. Együtt könyörgünk most az Anya Szent Egyház anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, és boldog akkor Vilmos vértanú püspökkel, segítségül pásztorunkat, megyés püspökatyát, hogy Szent Fiat szívével kormányozza egyházmegyénket, és élete lámpatartóra helyezett gyermekként világítsa a rávizottaknak. Hallgass meg, Urunk! Kérünk, hallgass meg minket! Urunk Jézus Krisztus, hálát adunk neked kapjainkért. Kérünk, adj nekik mélyen érző apostoli szívet, és áld meg lelkipásztori szolgálatokat. Szólíts meg ifjakat iskolákból is, akikben hívásod jó talajra talál, és adj imádkozó keresztényeket, akik a hivatás kegyelmét fiataljaink számára kiesdik. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk Jézus Krisztus, mennyi szeretet, jóság, megbocsátás, irgalmasságra dobta be a tíz szent családok életét Máriával és Józsefben. Kérünk, áld meg a keresztény családokat hittel, áldozatkészséggel, ahol pici gyermeknek, útkereső fiatalnak, dolgozó felnőttnek, idősnek és betegnek egyaránt helye és feladata van. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket!
hogy életükkel egyházunk, hazánk és az egész világ erkölcsi felemelkedését szolgálják. Hallgass meg, Urunk! Kérünk, hallgass meg minket! Urunk Jézus Krisztus, szívünk minden szeretetével hálát adunk neked iskolánkért. Köszönjük tanáraink példamutatását, dolgozóink alázatos szolgálatát, diáktársaink odafigyelését és szolgálatkészségét. Kérünk, add meg egész közösségünknek, hogy névadó véltanú püspökünk lelki, szellemi hagyatékához méltóan, a Szentlélek vezetésére bízom magunkat, lelkiismeretesen végezzük napi feladatainkat, soha ne adjon ki szívünkben a hála a kapott kegyelmekért, és a te keresztedből erőt merítve viseljük a megpróbáltatásokat. Eltűnt tanárainkat, diáktársainkat pedig vedd fel Örökországokban. Hallgass meg, Urunk! Kérünk, éret, hallgass meg minket! Urunk Jézus Krisztus, mi, akik élvezhetjük mindazok munkájának gyümölcsét, akik hívószabadra, Ferencot a lelki, szellemi és fizikai vezetésével felépítették iskolánkat. Köszönetet mondunk neked az építőkért és jótevőinkért, amíg élőkre áraz bőséges áldásodat, az elmúltaknak pedig add meg boldogító színelátásodat. Hallgass meg, Urunk! Kérünk, hallgass meg minket! Boldogságos szűzanyag! Kérünk, vidd örvendező hálaadásunkat, iskolák építőjéért, Ferenc atyáért, az Úr színnelléért. Áld meg a családot, mely őt egyházadnak adta, és esti számára erőt, egészséget, hogy e nagy közösség jópásztoraként még sokáig építhesse Isten országát. Hallgass meg minket! Jöjjön éret, hallgass meg minket! Irgalmas Istenünk, Szent Fiad emberré lett és közöttünk lakik templomainkban. Add, hogy megbecsüljük kőből épült házadat, de még jobban tiszteljük önmagunkban és egymásban a Szentlélek templomát. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Thank you.
tekints megengesztelődve erre az áldozatra, hogy szívünk odaadásával elérjük, amit fiat halálára emlékezve ünnepünk. Aki él és uralkodik, mindörökkön örökké.
pohányainak adta, és így szól. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent Itta. Kegyesen békét napjainkban, hogy írgalmatból mindenkor
bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondod a apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne védkeinket nézed, hanem egyházak hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Thank you.
szentelkedj kiáradása által, maradjunk meg az igaz lelkűség kegyelme mindazokban, akikben mennyei erőt működni kezdve. Krisztus, ami Urunk
mindenkihez van szavunk, mindenki iránt van szívünk, mindenkit akarunk vezetni az üdvösség útjain, mindenkit meg akarunk fogni a rossztól, megerősíteni a jóban, Krisztus Szent nevében. Lukács Ákos gimnazista tanulók szavalata után Boldog Akordiumos püspök gondolatával szeretettel köszöntöm excellenciás és főtisztelendő dr. Veres András megyés püspök urat, Bejkovics Karp Ferenc atyát, iskolaközpontunk lelkészét, főtisztelendő atyát. Külön is tisztelettel köszöntöm körünkben az Emberi Erőforrások Minisztériuma államtitkárság képviseletében megjelenő dr. Madarász Eddig köznevelés igazgatási főosztályvezető asszony, Latti Iván nyugalmazott államtitkár, Simon Robert Balázs országgyűlési képviselő urat, a Kulturális Bizottság alelnökét, Rózsa Bölgyi László urat, Győr megyei jogú város önkormányzata oktatási, kulturális, sport és turisztikai bizottságának elnökét, Kriston Pál urat, a Győri Egyházmegye közfeladatokat ellátó szervezetének igazgatóját, Kucsera Imre urat, az Akordiumos Katolikus Főiskola gazdasági vezetőjét, kedves kollégáimnak, minden tisztelt vendégünket és benneteket, kedves tanulók, iskolaközpontunk felszentelésének 25. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi szentmisénkkel és ünnepénkkel. Negyed századdal ezelőtt iskolán tudatosan kötelezte magát arra, hogy egy olyan hely legyen az országunkban, régiónkban, városunkban, ahol egyház tanításait követve a reán bízott gyermekek és fiatalok felé azokat tudatosan és módszeresen közvetítve, lelkileg, értelmileg, érzelmileg és testileg harmonikusan fejlett fiatalok nevelését és oktatását megvalósítsa. A 25 év nagyon gyorsan eltelt. Ezen idő alatt egy csodálatos utat jártunk be közösen, amit örömök, sikerek, felejthetetlen pillanatok, sokszor azonban nehézségek és zökkenők is öreztek. Ahogy Babics szól, testemben egy parán is nincs abból az anyagból, amiből pár évvel előbb voltam, de ugyanaz vagyok, mert emlékezem. Igen, emlékezem. Emlékezem arra, hogy iskolánk az eltelt 25 év alatt végig egy olyan hely volt, amely lehetőséget biztosított mindannyiunk számára, hogy megnyissuk értelmünket a valóság előtt, amely lehetőséget biztosított mindannyiunk számára, hogy próbáljuk megérteni a körülöttünk lévő világot, és mely lehetőséget biztosított mindannyiunk számára, hogy megnyissuk lelkünket, szívünket a jó Istenhez. Emlékezem és tudom, hogy mi nevelők az eltelt évek során mindig törekedtünk arra, hogy ne csak magas szintű tudással rendelkező fiatalok hagyják el az iskolánkat, hanem a keresztény értékek szerint élő, azokat bátran megvalló emberek legyenek tanulóink. Ezért éveken keresztül katolikus iskolánk értékrendje szerint következetesen neveltük a diákokat nap mint nap a szépre, névadunk és égi közben járó Boldog Akordiumos vértanúpüspök példáját követve irányítottuk figyelmüket nap mint nap az igazra, és Mária tisztaságának a példája szerint neveltük a fiatalokat nap mint nap a jóra és a szentre. Emlékezem és megtapasztaltam az eltelt negyed század alatt a dinamikusan fejlődő iskolaközpontunkban, hogy mindig a folytonos megújulásra való törekvés, a minőség igényével végzett pedagógiai munka és az ehhez való folyamatos ragaszkodás jellemezte. Ennek eredményeként vált iskolaközpontunk immár városunk nevelését, oktatását meghatározó egyik legjelentősebb intézményévé, és amelynek közoktatás szinte minden területét magába foglaló struktúrája az óvodai nevelés mellett a magas színvonalú általános iskola és gimnáziumi oktatáson túl további lehetőséget biztosított növendékeny képzőművészeti képzésére, a fiatalok kollégiumi nevelésére és LCDL vizsgaközpontként gimnazista diákjaink digitális kompetenciájának továbbfejlesztésére. Tudom, hogy intézményünk az első tanévtől kezdődően 1993. szeptember 1-e óta
mindig olyan hely volt, amely mindenki számára megteremtette a találkozások lehetőségét. Találkozhattak a gyermekek, a barátok, a pedagógusok, találkozhattak a jószülők. Érdemiek voltak mindannyiunk számára ezek a találkozások, hiszen a 25 év során elért eredményeink is csak az összetartozásunk, az összefogásunk, az együttműködésünk, egymás iránti bizalmunk és a jóisten bevetett hitünk által valósulhatott meg. Kedves diákok! Fontos, hogy mindezeket ti is tudjátok. Miért? Mert kiskola központunkban az előttetek végzett tanulók, akik már felnőttek, sokan közülük már édesanyák és édesapák, a nálunk elköltött diák évek alatt nagyon sok értéket hoztak létre, hagytak maguk után itt az akkorban. Legyetek tudatában, hogy mindezekért az általuk létrehozott értékekért felelősséggel tartoztok. Őrizzétek, gyarapítsátok, és hozzátok meg másokkal is ezeket az értékeket. Hogyan? Kötelességeitek teljesítésére, szorgalmas tanulással, mások iránt tanúsított türelmetekkel, odafigyelésetekkel. És mindezeket tegyétek egyszerűen, szerényen és alázatosan. Ha ezek szerint élitek apolos éveiteket, ti is hozzá tudtok járulni iskolák hirdetének öregítéséhez. Tisztelt vendégek! Szeretném mind valamennyi nevében megköszönni Püspök atyának, hogy a nagyon sok elfoglaltság és megannyi teendői ellenére elfogadta a közösségünk meghívását és a jubileumi ünnepünkön a hálaadó személyiségben mutatta. Az ünnepünk alkalmából hálás köszönetemet fejezem ki minden kollégák és munkatársam nevében, a munkájáért, az iskolán megálmodójának és felépítetőjének, Benkovics Ferenc atyának, iskolaközpontunk lelkészének, az akkoratítvány elnökének. A tanévünk ezen kiemelkedő fontosságú napja számomra azt a lehetőséget is megteremtette, hogy köszönetemet fejezzem ki az iskolaközpontunk korábbi vezetőinek, akik elindították, irányították iskolát. Ignácio Pérez García, Rémi Beriszel és Koppány László igazgatója. Kedves kollégáim! A jeles ünnep alkalmából hálás köszönettel tartozom valamennyiőtöknek, intézményünk minden volt és jelen pedagógusának és munkatársának, azért a következetes, türelmes és áldozatos munkáért, amelyen hosszú éveken keresztül a tudás megszerzésére, megbecsülésére, a keresztény élet értékeinek megismerésére és ezek szerinti életre, neveltére, oktattátok a rátok bízott gyermekeket és fiatalokat. Most, az ünnepi pillanatainkban külön is köszöntöm azt a 27 kollégámat, munkatársamat, akik katolikus iskolák alapító tagjai közül most is nálunk dolgoznak, jelenlegi 126 fős nevelőtestületünknek, 186 fős alkalmazotti közösségünknek a tagjai. Ők negyed századdal ezelőtt bátran vállalták a kihívást, sokak számára az akkori ismeretlen feladatot, értékteremtő munkájuk, nagyban hozzájáruló 25 éves iskolák arculatának alkalmasághoz. Tisztelt szülők! Önöknek is nagyon nagy köszönettel tartozom azért a bizalomért, amelyel az eltelt évek során megtiszteltek bennünket, azért, hogy gyermekeinket rám bízták, és az ő nevelésükben, oktatásukban ezidáig együttműködhetünk, és együttműködhetünk ezt követően is önöknek. Továbbra is számítok kollégáimra együtt valamennyiük támogató, konstruktív hozzáállására és összefogásukra. Külön mondom köszönetet intézményünket fenntartó Győri megyés püspökségnek, az akkor alapítványnak, valamint a számtalan támogatónak és megannyi segítőnek. Tisztelt vendégek! Szeretném, ha nem csak a mai napunk, hanem az egész jubileumi tanévünk lenne sokunk számára emlékezetes. Így jubileumi évünkre készülve újult meg iskolán felső udvara az alapítvány és az alapítvány támogatói által. Ezen túl a 25. évfordulóra készülve az egész tanévet átfogó gazdag kulturális programot állítottunk össze,
diák számára. A teremtett világ szépségének, az élet mindenek feletti értékének a hirdetése céljából szerveztünk Biblia képzőművészetben gyermekszemlélet színű táblatot a földszinten művészeti iskolák növendékeinek alkotásaiból. Továbbá ugyanezzel a céllal rendeztük meg az emlékkiállítást Latti György pécsi festőművész képeiből a könyvtárban. A felejthetetlen pillanatok átélése vezetett bennünket, amikor szombat délelőtt vetélkedőre várjuk nagy szeretettel a katolikus iskolákat tanuló diákokat, hogy egymás iskolái, templomai még jobban megismerjék az eukarisztikus kongresszusra való felkészülés jegyében. Szombat délutánjára pedig a Szentlélek templom családi ének és zenekarának gospel koncertjére kerül sok itt iskolák foglájába, amelyre mindenkit szeretettel hívunk és várunk. A jubileumi évünkben, február hónapban ismételten bemutatjuk a nagy érdeklődésre való tekintettel a tanárok által megálmodott, hangszerelt és rendezett, alsósú, felsősű és gimnazista diákok által bemutatott két Lotti című musicalt. Ugyancsak február hónapban ismételten hívjuk és várjuk vissza a 19 évfolyamban végzett, már érettségizett diákjainkat, az öreg diákokat. Azért, hogy az érettségvizsgát követően ők is beszálljanak életükre. Hamarosan szeretnénk kiadni a művészeti iskolán növendékei által készített apolpüspök életét képregényes formában megjelenítő kiadványunkat, ezzel is közelebb hozva a vértanúpüspök életét a mai fiatalok számára. Továbbá már elkészült iskolaközpontunk eltelt 25 évig eddigi történetét bemutató emlékkönyvünk, az alapítvány és támogatóinak finanszírozását. Biztos vagyok benne, hogy sokunk számára lesz a könyv kedves olvasmány, hiszen fellapozva ismételten felidézhetjük a negyed század történéseit, ismételten átélhetjük az évekkel ezelőtt felejthetetlen pillanatokat. A kedves szülők a kiadványhoz, a gyermekeiket keresztül a jövő hét folyamán tudnak hozzájutni. Végezetül pedig kérem a szűzanya és iskolák névadójának boldog akordiós vértanúpüspöknek az égi közbenjárását, hogy eredményes, kegyelmekben gazdag és gyümölcsöző legyen az iskolaközpontunk működése mindannyiunk számára az elkövetkezendő esztendőnkben is. Most pedig tisztelettel felkérem dr. Madarász Edi köznevelés igazgatási főosztályvezető asszony, hogy köszöntse az egybegyűlőket és nyissa meg a két kiállítást. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket az Emberi Jogi Források Minisztérium ma is a közlevelésért felelős helyettes államtitkárság nevében. Külön köszöntöm dr. Veres András főtisztelendő megyés püspök urat, Benkovics Ferenc főtisztelendő urat, Ferenc atyát, az iskola központ alapítvány elnökét, Kis Zoltán igazgató urat, valamint természetesen az iskola összes pedagógusát, diákjait és a szülőket. Engedjék meg, hogy átadjam professzor dr. Kásler Miklós miniszter úr üdvözletét és gratulációját. Ő ugyanis más elfoglaltságai miatt sajnos nem tud most itt lenni, de rendkívül fontosnak tartotta, hogy a minisztérium képviselje magát, és elmondjuk a köszöntő gondolatainkat. Nevében és helyette fogadják a következő gondolatokat. Az ünnepen a hétköznap értelme rendeződik el. Az ember a többi emberrel egy magasabb léten találkozik, és kilép a hétköznapi, az egyéni létezésből. Ez az ünnep a közösség. Nincs is más ünnep, csak a közösségé. Hamvas Bénának az ünnep összekovácsoló erejéből szóló szép szavaival köszöntöm a jubileumi ünnepség minden kedves résztvevőjét. Amikor erre a köszöntőre készültem, és tanulmányoztam az iskolaközpont kialakulásának és folyamatos fejlődésének a történetét, láttam, hogy itt egy valóban nagyon fontos eseményről van szó. Nem lehet meghatottság nélkül gondolni arra a rengeteg küzdelemre, munkára, imára és főként isteni segítségre, amely ennek a gyönyörű intézménynek a létrejöttéhez vezetett. És most itt állunk a 25. évfolyamon.
kutató alkalmából szervezett jubileum ünnepségen, amely jó alkalom arra, hogy összefoglaljuk röviden az elmúlt évek eseményeit. Mint azt az iskola történetével kapcsolatban olvashattam, az akkor bírós katolikus iskola központ építését hármas szándék segítette elő. A Mária iskola testvérek rendje elhatározta, hogy Magyarországon a Győri Egyház megyében szerzetes közösséget hoz létre, így 40 évi távolodék után újból megveti rává tettem az országban. Első csoportjuk 1990 őszén érkezett meg a városba. Már ekkor sokan felkeresték Benkovics Ferenc atyát, a Szent Élek templom prímánusát, hogy alapítson egy iskolát, kezdjünk iskolaépítésbe. Ezt a tervet a Szent Élek közösség képviselőtestülete is támogatta, amelynek eredményeképpen 1990-ben létrejött az akkor gyilkos iskola alapítvány. Ezzel párhuzamosan a város és iskolaépítését tervezte város szélén. Így Benkovics Ferenc egy lehető iskola terveiről tárgyalt az akkori városi tanáccsal. Az építkezéshez Győr városa rendelkezésre bocsátotta a tervet, a közműveket, és vállalta 16 tanterem építési költségét is. 1991. szeptemberében, ahogy elhangzott, elkezdődött a 24 tanterves iskolai évben alapozási munkája, 1992. április 4-én kerül sor az alapkövet. A helyzeti társadalmi összefogás, az önkormányzat és az egyházközség közös munkájának eredményeképpen 1993. szeptember 1-én, tehát 25 évvel ezelőtt megkezdődött a tanítás az új iskolában. Akkor az iskolának 600 tanulója volt, azóta azonban rendkívül történt. Az intézmény 17 év folyamos iskola központtá vált, ahol mindannyian tudjuk, amely óvodát, általános iskolát, 6 és 4 év folyamos gimnáziumot foglal magába, továbbá képzőművészeti árban oktató alapfokú művészeti iskolát, vidéki fiú és lánytanulók elhelyezésére szolgáló 240 főt befogadó kollégiumot. Jelenleg már több mint 1200 gyerek és tanuló nevelési oktatásáról gondoskodik az intézmény, ahol több mint 100 pedagógus és közel 50 nevelőoktató munkát segítő munkatárs gondoskodik, az idejárnyú gyerekek és tanulók korszerű, de egyben az örök értékekkel történő neveléséről, oktatásáról, ami az iskola által elért eredményekben is jól megmutatkozik. Tisztelt elnök közösség! Történelmi életekhez viszonyítva 25 év nem túl hosszú idő. Az önök számára mégis jelentős időszak, mert ide kötődik életük egy darabkája. Exupéry így ír. Egy magányos kődarab mindig csak kő maradt. Ám ha kell, sok kis kő együtt templomot emel. Templomot és iskolát, az emberi élet két nagy szakmájét. Nagyot alkotni csak összefutva, közösen lehet, amit az ünnepen is legfontosabb és legjelentősebb az együttlét. Az, hogy ilyen sokan összegyűltünk megadni a tiszteletet a múltnak, amelyben közösségi minden tapjában ott a része. Ebből a közös tudásból, az élményekből és érzésekből áll össze a történelem, a 25. születésnapját ünneplő akkor gyilkos iskola centrum történelemben. Önök közösen tették meg ezt az elmúlt 25 évben, amelyhez őszinte szívvel gratulálok, és azt kívánom, hogy az iskola jövője legyen legalább olyan sikeres, mint az eddig eltelt időszak. Kívánom, hogy őszinte örömmel ünnepeljenek, amelyhez biztosan hozzájárul az a két kiállítás is, amely ma nyílik meg a jubileum alkalmából. Az egyik, Bratti György életútját bemutató, közel 26 képből álló tárlat, a másik pedig az iskola központ művészeti iskolájának növendékei által készített Biblia a képzőművészet tükrében gyermekszemmel című kiállítás. Bratti György Uruváron Kárpátalján, a mai Ukrajnában született, 1908. január 26-án. Édesapja Magyarországon gazdasági, Sárvecvárnyán Természeti Akadémiát végzett. Szépen rajzolt és több hangszeren is játszott. Édesanyja kedvelte az irodalmat és nagyon otthoni művészetet élt. Az őszült Szabdi család a felvidékről származott, felnőtt között evangélikus templomi építő ősök neveléskolvasható. Ilyen nevelésben volt része Bratti Györgynek is. Említésre méltó nagy
Magyar Királyi Képzőművészeti Főiskolán, Belkár Ágoston és Csók István növendékkörül. Később Rac Oszkár Soproni művészterepét vezette, 1933-ban ausztriai ösztöndíjakba. 1935-ben a Monori, 1940-ben a Pest-Szentelzsébeti Állami Polgári Iskolában tanított, de még ugyanebben az évben kinevezték az Ungvári Iparizmény igazgatójának, majd kétszerű Kárpátban járt a történő menekülés után, 1945-ben újra Monoton, később Németfólyok polgári, illetve általános iskolai igazgató volt. 1953-ben hagyatkozott a Pécsi Pedagógiai Főiskolán, 1956-59-ig az Egri Pedagógiai Főiskolán. Ezt követően 1959-től 1972-ig a Pécsi Tanárképző Főiskola rajztanszékét vezette. 1972-ben volt a nyugalomba, 2003-ban Ratti György alkotásait dr. Pogány Ötön Gábor, a Nemzeti Galéria egykori főigazgatója, alkotások szüleinek követőjére. Ratti György azonban saját magát nem tartotta a szürrealista művésznek, de hittel tudott alkotni, kitartással és alázattal. Ratti György emlékeim a szeretett hullámhoztár című könyve alapján három témakör tér vissza az esvészetében. Az édesanyák, a hazaszeretet és az örökké valóság szeretete. Hivatkozott könyvében Ratti György leírja élet elveként hallott meggyőződését. Első a jó Isten, második a család, és csak a harmadik a művészet és a pedagógia. Érdekes, hogy úgy szó a materiális javakról, mert hite szerint a legszükségesebbektől Isten gondoskodik. Könyvének záró mondata így hangzik. Az örökké valóság végtelen hallam, amelynek szerzője a mi jó Istenünk. Ő belőle árad a végtelen szeretet, a végtelen jóság és a mindenhatóság. Ezt a felismerést hajlókozható volna. Több mint 50 kiállításon mutatták meg festményeit, amelyeken tárképek a világ különböző vidékeiről, városrészletek, arcképek sokfélesége, világhivatás, anyaság többféle változat. Művei 15 különböző galériában felelhetők, II. János Pál pápának és a Pécsi Római Katolikus Tudományi Főiskolának is adományozott ezekről. A másik kiállításra áttérve elmondhatom, hogy annak témaválasztása teljesen önokolt, hiszen keresztény emberként, tanárok és diákok számára egyaránt legfontosabb olvasmány, a kultúrák és hiszünk bölcsője a Biblia. Szentírás kifogyhatatlan tárházal tanulságos történetekre, izgalmas egyéniségekre, gazdag jelentéstartalmú szintén mutatnak. Minden szava szent és igaz. Ennek a gondolatnak a szellemében ragadtak ecsetet a legidősebb továbbképzős növendékek, hogy a festményeken képileg is megjelenítsék a bibliai őseket. A továbbképző két alsó évfolyamának növendékei a bibliai szimbólumokat dekoratív festmény formájában, valamint klasszikus festmények térbeli ütrökondolását alkották meg, rendadó festményokban. A régi nagymesterek, Fra Angelico, Tiziano, Caravaggio bibliai témájú képei elevenedtek meg a dolgozókban. Az alapkötői év folyamán tanuló növendékek a gótika korában kalandoztak, csodálatos üvegalkotók idézik meg a Szentírás csodáit, jelképeit és szereplőit. Szintén az ötödik évfolyam ügyességét dicséri a nemes figurákból épített kis életét. Krisztus kiterjeszti karját, és szavára lecsendesedik a viharos tengere. A tanítványok a hajón állhat és a parton figyel részesen a csodának. 25 évvel ezelőtt egy füves rét terült fel ezen a helyen, most közel 1300 diák számára a második otthon jelenti ez az iskola. Ez is egy csoda. Tisztelt ünneplők! Engedjék meg, hogy ünnepi köszöntőmet Bódicsi Pongolyba embert nevelni a legszebb mondás. Légy nemes, gazdag lelkű ember, hogy emberré vezess másokat a magad embersége által. Köszönöm.
tisztelettel felkérem Simon Robert Balázs országgyűlési képviselőt, köszöntse az eljárást. Ilyen tisztelt Ferenc atya, tisztelt igazgató, főosztályvezető asszony, igazgató polgármester úr, képviselő úr, kedves tanárhölgyek és urak, de legfőképpen kedves diákok. Előre megjöttem egy beszédet, ami körülbelül 5 vagy 6 perces, de megkímélném önöket ettől most, erről be fogom rövidíteni. Tavaly ünnepeltük a Szentlélek templom felszentelésének 30. évfordulóját. 1987-ben még én is pontosan emlékszem rá, már akkor a felszenteléskor felnőtt annak a lehetősége, és többen megkeresték Ferenc atyát azzal a kéréssel, hogy épüljön egy iskola is itt a lakótelepen, Harcalvárosban. Itt lehetünk most 25 év után ebben a gyönyörű iskolában. Mindig örömmel jöttem ide, hiszen ilyen nagy teret, ennyire kidolgozott részleteiben is szép iskola, kevés van Győrben. De azt gondolom, ami ennél is fontosabb, az természetesen a belső tartalom. Úgyhogy Győr országgyűlési képviselőjeként először is szeretnék köszönetet mondani azoknak az egykori és mai tanároknak, pedagógusoknak, akik sokat tettek azért, hogy ebből az iskolából kiválóságú kerülhettek ki az elmúlt 2,5 évtizedben. Hogyha 2010-ig visszatekintünk, akkor azt láthatjuk, hogy országosan 2010-ben az egyházi iskolákba járó tanulók létszáma beleértve az óvodákat és természetesen az általános és középiskolákat is 112.500 fő volt, most pedig 2017-18-as adatokban meghaladja 206.000 főt. Én azt gondolom, hogy fontosak az egyházi intézmények, különösen fontosak az egyházi iskolák, úgyhogy köszönetet szeretnénk mondani a győri püspökségnek is, ezen intézmény fenntartójának. És zárásként talán picit a jövőbe tekintek, azt kívánom, hogy ez a töretlen, mondhatóan sikersorozata a következő évtizedekben is folytatódjon, és talán azzal zárom, hogy találkozunk 5 év múlva ugyanitt a következő jubileumban. Igazgató úrnak és Ferenc atyának köszönöm a meghívást, pedig köszönöm szépen a megtisztelnek a figyelmüket.
László képviselő úrnak, polgármester úr és a képviselő által tolmácsolt szavait nagyon köszönöm egész közösségünk nevére. Ez az emlékplakett, amelyen rengeteg névnek kell szerepelnie, a 25 évvel érdemeltünk a városnak is az odafigyelés. Ez jelenti számunkra a dicséretet, jelenti számunkra azt, hogy Győr város közoktatásának, az apoiskolának fontos szerepe van, fontos küldetésről, és egyúttal bizalmat, egyúttal biztatást is jelent számunkra a jövőnkre nézve az elkövetkezendő időn pedagógiai munkájához. Képviselő úr, tiszteletben kérem, hogy köszönetünket adják a polgármester úrnak és Győr városnak és képviselőmesternek. Köszönöm. Most pedig befejezésül álljunk fel, és énekeljük a választ. Thank you.
szeretnénk